Annak idején, mikor én a teljeszt béreltem, 350 ezer forintot fizettem én évente, hogy a jószágnak legyik hol legelni, akkor nem kellett a csudának, senkinek se kellett a terület. És szerintem, ha nem adnák ezt a terület alapú támogatást, egy része nem is fogta volna fel a területet. A pénzért csinálják legtöbb része. Mennyi terület alapú támogatás jár az 52 hektár után, amit ön elveszített? Hát azt hiszem 69 ezer forint volt. Volt arra a Natura is, olyan 80 ezer forint körül jött ki, körülbelül. Uh-huh. Ezért vették el öntől ezt a területet? Csak ezért. Aha. Csak ezért? Hát uh-huh. Más nem tudok mit mondani. Uh-huh. Mert még jószágot is utólag vette meg, mikor már itt ment a RTL, meg mit a tévék voltak itt kint, újságírók, utána vett birkát. Addig nem volt neki. Uh-huh. Tehát önnek volt 52 hektárnyi állami földje, bérelt. Az 500 birkához. Igen. Ez körülbelül reális volt. Ugye én városi ember vagyok, igen, nem értek hozzá, de körülbelül annyi kellett ahhoz, hogy az 500 birkát legeltetni tudja. És közben volt még saját tulajdonú néhány hektára, igen, ugye ez a terület, igen, ami igen, mi most igen vagyunk. És mi történt? Pályázott arra az 52 hektára, amin 16 éves igen kora óta igen legeltette igen a birkáit, és mi történt? Nem kapta meg. Elnyerték tőlem. Elnyerték. Olyas valaki nyerte el, aki szintén mindig birkákkal foglalkozott? Ó, csodál, hát 23-24 éves a fiatalember, aki elnyerte. Tehát nincs, egy érettségie van állítólag, hogyha van, meg aranykalászos iskola. Ez jelent most mindenkinek mindent, aranykalászos iskola. Uh-huh. És akkor hogyan tovább? Mi lesz a sorsa ezeknek a birkáknak? Hát bízunk a szebb jövőbe. Más nem tudok mit mondani. Uh-huh. Mert nekünk ezért keservesen meg kellett dolgozni, akinek meg volt az állománya. Nem az állampénzügyi vásároltuk fel a jószágot, mint most jelenleg, amit csinálnak. Mit üzen az Európai Unióban azoknak, akik ezeket a támogatásokat, területalapú támogatásokat osztogatják? Mit kell tudniuk így egy magyar gazdember szempontjából? Hát szerintem utána kellene nézni az egésznek, mert az egész ilyen korrupciós alapon van szétosztva, baráti alapon. Mert a Nemzeti Park igazgatója is azt mondta, hogy jó pályázatírót kell választani. Hát hon válaszok, mikor megvan az állatlétszám, megvan a szakmai gyakorlat. Hon válaszok akkor, vagy milyen pályázat írok? Csak olyat tudok válaszolni, aki még hazudik benne. Én szerintem. Ott van üresen az a terület, ahol legelhetnének például azok az állatok, amely állatokat el kellett, hogy adjon az a juhász, aki nemrég meghalt, ugye pár nappal a juhai után szívinfarktusba. Tehát emberi tragédiák következnek be amiatt, hogy nem férnek hozzá az a legelőhöz, amelyek itt állnak üresen, mert semmi más cél nem volt, mint hogy például ezután a 400 hektáros terület után, ha jól számolom, az évi 40 milliós EU támogatást felvenni. Ami tulajdonképpen, ha úgy veszük, csalás. Úgy tesznek, minthogyha a mezőgazdasági tevékenységért vennék föl azt az Európai Uniós támogatást, miközben valóságos mezőgazdasági tevékenység nem folyik, vagy minimálisan folyik. Igen, képviselő asszony ezt jól látja és jól fogalmazta meg, ugyanis egy iparág alakult már erre ki, hogy ez a kör, aki nyert, ez jól körülhatárolható, és az állományt bizonyos értelemben mozgatják egymás között, ahogy az ellenőrzés vagy bármi történik. Most ezzel egy darab szarvasmarhával vagy juval sem lesz több, sőt, inkább kevesebb, mert ezek a gazdák, akik említettük, hogy Szabó Lajos bácsi szegény belehalt a élete munkája megsemmisülésébe, akik most abba fogják hagyni, akkor utána már az új generáció, ez az alibi állattartók, gazdálkodók nem fogják folytatni ezt a tevékenységet. Ez gazdasági szinten is komoly kiesést jelent, nem beszélve a
térségünkben magas munkanélküliség esetében a foglalkoztatás növelését is. Sőt, itt akkor munkahelyek szűnnek meg, ezt úgy fogalmaztuk, hogy ennek a hogy mondjam, akciónak az igazgatóság által elkövetett kártételnek körülbelül 150 munkahely is áldozatul esik, azon kívül az az 50-60 közötti család pedig mint megélhetési forrást veszített el. A politika és a szakvonal sem foglalkozik vele, tehát akinek a környezetvédelem, természetvédelem lenne a feladata, ő az, aki megszegi a szabályokat és elárulja. Ami most ebben az országban éppen zajlik, hogy ki legyen ezeknek a természetvédelmi területeknek a kezelője, ha most őszintén fogalmazok, aki itt él 50-60 év ezen a területen, akkor azt mondom, hogy mindegy, hogy ki lopja el. Ettől féltem, hogy ezt fogja mondani, mert ugye jogászként az ember úgy örült, hogy jaj, de jó, született egy jó alkotmánybírósági határozat, hogy mégiscsak a nemzeti parkoknak a kezén maradhat ez a földterület, de hát ezek szerint az itt élők tudják, hogy hát majdnem mindegy. És ha már az a kérdés, hogy kilop, mindegy, hogy kilopja el, akkor hagyj kérdezzek rá a lopással összefüggésben, lopással, csalással, manipulációval, maffia tevékenységgel összefüggésben, hogy ugye folyik egy büntető eljárás a pályázatokkal összefüggésben, tehát a pályázatok kapcsán elkövetett csalás gyanúval összefüggésben, és magyarázzuk el a városi embernek, hogy mit jelent az, amit Gábor az előbb mondott, hogy ezeket a szarvasmarhákat például mozgatják egyik gazdától a másikig azért, hogy igazolják, hogy igen, nekünk van állatunk, és állatot legeltetünk, nem csak a zsebbe tesszük be a pénzt meg a bankszámlánkra, amit kapunk a EU támogatásként, hanem valóban legeltetünk. Amikor én az Európai Parlamentben hát ugye tanulmányoztam, mert éppen az volt Porondon a szarvasmarhák fül számának az adminisztratív kérdéseit, akkor bizony arra gondoltam, hogy hát ez egy valószínűleg egy túlzott bürokrácia, de mégiscsak van valami szerepe, hiszen be lehet azonosítani ezeket a teheneket, hogy vajon ez ugyanaz-e, ez a kedves arcú, akivel is szemezünk egymással, mint aki egy egész másik legelőn volt még tegnap, annak érdekében, hogy egy esetleges ellenőrzés során igazolja, hogy igen, ott állattartás, legeltetés folyik. Jól látom ezt, vagy valami félreértek? Képviselőasszony jól látja ezt a kérdést. Szükség van és a nyilvántartásra, pont ezeknek a csalásoknak a kivédésére. Ez a nemzetközi nyilvántartási jelölési rendszerben vagyunk mi is, amit NR rövidítéssel jelzünk. Minden szarvasmarhának és junak a fülébe fülszám van. Születésétől, vagy tenyésztésbe vételtől folytatólagosan. Azon kívül, ha gazdát cserél, tehát eladásra kerül, vagy vágásra, ez végig kíséri, majdnem olyan, mint egy személyigazolvány, tehát beazonosítható. A probléma az, hogy a jelenlegi hatóságok ezt nem hajlandók leellenőrizni egyszerre. Pedig a számítógépes rendszerben én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy kis piroska beülne a gép mellé, és egy ilyen bihari térségben 2-3 óra hossza alatt ki tudná szedni, hogy kinek mennyi állata van nyilvántartásban. Ki lehetne védeni ezeket a vándoroltatásokat, de most ehhez van egy szervezettség is, ugyanis a szarvasmarhák esetében az állatorvosok kezelik az NR rendszert. És úgy néz ki, hogy egy-két állatorvos is hozzátartozik a szervezethez, ezt ki kell mondjuk, hogy alibiből meg falból adják ki az igazolásokat, a vándoroltatásokat. Így nehéz leellenőrizni. Egy teljesen független szervezetnek kellene egy időpontba leellenőrizni. Egy hét alatt ezt a Hajdú-Bihar megyét, azaz a Hortobágyi Nemzeti Park bérleti rendszerében le lehetne ellenőrizni. És akkor fehéren-feketén, hogy kinek mennyi állata van, mennyiben fedi le a legelőterületet. 400 hektárra több mint 200 darab szarvasmarha
kellene a mostani előírás szerint, de mivel a szakvonal, a minisztérium és a természetvédelemért felelős igazgatóságok most tanakodnak vagy tanácskoznak, hogy mi az az állatlétszám, ami az állatokat eltartja vagy elbírja. Tehát fordítva ültek a lóra, tehát a pályáztatás után tanakodnak ezen. Az a lényeg, hogy jelenleg most ide 200 darab fölötti szarvasmarha kellene. A igazság az, hogy a nyomozás az folyik, csak attól félünk, tehát a gazdák, hogy egy bizonyos szintet, ha elér a korrupció gyanúja, akkor megállítják. Vagy ha valakiket megfognak, azt az alsó, hogy elítélnek, vagy felelősségre vonnak, az nagyon az alsó szinten van. Pedig ezt mindenféleképpen ki lehet határozottan mondani, hogy felső szintről irányítják, koordinálják, mert egyszerűen nem állnak a gazdákkal szóba, sem a politika, sem a szakigazgatás. Tehát bízunk az igazságszolgáltatásba, és az Európai Parlamentnek abban az erejében, hogy valóban jogszerű felhasználásra kerüljön ez a pénz. Mert most a Hortobágyi Nemzeti Park esetében mi úgy ítéljük meg, hogy a nagyobbik fele illetéktelen, a pénznek a nagyobbik fele illetéktelenek kezébe kerül. És ezért maradtak a gazdák legelő, illetve takarmány nélkül. És amikor az Európai Unióban sok vita van arról, hogy egyáltalán kellene mezőgazdasági területalapú támogatást fizetni, akkor arra hivatkoznak, hogy például azért kell a gazdát megtámogatni, mert társadalmilag hasznos tevékenységet végez azzal, hogy legeltet, és a földet rendeltetésszerűen úgy használja, hogy az ökológiai szempontból helyes. Tehát az Európai Unió erre fizeti ezt a területalapú támogatást, és közben a fordítottja történik, nincsen legeltetés, tönkre megy ez a terület, és ennek ellenére kapják a támogatást.